Mert sosem vagy itthon. Mert a belemet is kidolgozom. És mire megyünk vele? Húsvéti prémium? Meg az adriai nyaralás, ugye? Aha. Amit végig a rohadt telefonoddal töltöttél. Mert vészhelyzet volt. Az igazgatót, mert nem lehet csak úgy lerázni. Azt hiszed, én ezt akartam gürizni, mint egy állat. Szerinted én erre vágytam? És én? Az mikor érdekel téged, hogy én mire vágyom? Hogy én mit akarok? Mit akarsz? Ha már a témánál vagyunk, mondd, te mit akarsz? El akarok válni! Kisfiam, nincs semmi gond, csak egy kicsit összevesztünk apáddal. Kicsit. Egy rohadt testünk sincs, hogy ne veszekednétek. Állandóan csak basztatjátok egymást. Felesleges tettetni a gyerek, nem hülye. Tudjátok egyáltalán, hogy velem mi van? Érdekel egy kicsit is? Hát persze, hogy érdekel. Tudod, hogy hozzám nyugodtan jöhetsz bármikor. Ha csak nem fáj a fejed. Vagy nem vagy ideges, vagy nincs valami kurva fontos dolgod. Na, Lóri! Mikor fogjátok fel, hogy nem vagyok már gyerek? És talán az én véleményem is számíthatna. Én is akarhatok valamit. Az, hogy nagykorú vagy, nem jelenti azt, hogy felnőtt is vagy. Jó. Majd szóljatok, ha számít bármit is, amit én mondok. Kisfiam. Jól vagy, fiam? Persze. Veszélyes ám itt aludni itt az út mellett. Nem volt semmi gond. Hát nincs is gond, amíg nincs gond. Aztán meg egyszer csak van. Úgy látom, el kellene egy kis segítség. Nem kell semmi, köszönöm. Mintha csak Zoltán fiamat hallanám. Makacs volt, mint egy betonoszlop. Ha egyszer valamit a fejébe vett, hatökörrel se lehetett eltántorítani. De megérte. Most fenn dolgozik a minisztériumban. Vettem kalácsot a boltba. Melegíthetek hozzá nem kakaót kell, is, ha éhes vagy. Hagyjon már békén. Jó van, na. Nem kell mindjárt bekapni. Hanem hát nem. Az ember már jót se tehet valakivel. Szia, bocsi, ne haragudj, hogy csak így leszólítalak, de nem a város felé mész véletlenül? Mehetek arra is. Nem akarok pofátlan lenni, de elment a buszom, a következő meg csak kb. 2 óra múlva jön. Esetleg el tudnál vinni? Végül is, persze. Komolyan, úristen, de jó fej vagy, hello, Zsófi vagyok. Lóri. Örülök, hogy megismertelek, Lóri. Köszi.
azt a szerint, hogy nem az autópályán mentél. Kézrablás lett volna. Ugye? Szerintem is. Amúgy gyakran jársz erre? Nem igazán. Ja, akkor nem erre felé laksz? Nem. És mindig ennyit beszélsz? Nem. Te hová mész? Haza a szüleimhez. A közgázon tanulok, de a fontosabb családi összeröfönésekre mindig hazajövök. Jó, egy kicsit lenyugodni náluk az egyetemi őrület után. Meg most lesz a házassági évfordulójuk, a 30. Remélem én is találok valakit, aki kibírja mellett a 30 évig. Nagyon szerethetnek téged. Jó, néha már túlságosan is. Képzeld, a legutóbb, amikor itthon voltam, anyu annyit főzött, hogy az egész szomszédságnak elégett volna. Apu meg mindenáron el akart vinni valami vándorcirkuszba, mint egy kisgyereket. Cirkusz nálunk is van. Nálatok nincs minden rendben, ugye? Nem igazán. Nem kell róla beszélned, ha nem akarod. Bárcsak nálunk is nyugi lenne. De a szüleim egyfolytában veszekednek. Apám állandóan dolgozik. Hajnalban megy, éjszaka jön. Hétvégén meg folyton gépezik. Anyám a barátnőinek hisztizik, hogy apám milyen. Szerintem 30 napot sem bírnak ki egymás mellett. Válni fognak. Bocs, nem akartam rád zúdítani. Semmi baj, hát nem élek burokban. Tudom, mennyi szartorot történik a világban. Sajnálom, hogy így alakult. Próbáltál beszélni velük? Csak vitatkoztunk. Majd megoldjuk, minden rendben lesz. Persze. Tényleg sajnálom. Mindegy, majd lesz valahogy. Amúgy merre mész? Arra. Figyelj, nincs egy rákút? Nincs. Vagyis nem tudom, nézd meg a kesztyűtartóban. Köszi. A tenger. Tavaly ott voltunk nyaralni, imádtam. Hogyha rajta múlik, haza se jövök. Csak nem oda mész. Ja? De. Tavaly mi is ott voltunk nyaralni, de apám persze ezt is elbaszta. Majdnem egész idő alatt a szállodában maradtunk, mert valami vészhelyzet volt a cégnél. Jó lenne végre nyugiban lenni egy kicsit. Csak ülni a parton és bámulni ki a fejemből. Bár csak veled mehetnék. De egyszer visszamegyek, azt tuti. Talán eljövőre. Viszont rágóhoz nincs. Várjál, mert tudom, lehet is elkombat. Kérsz? Kösz, most nem. Mesélj a családodról. Anyu személyzet is főnök, apunak meg saját cége van. Hárman vagyunk testvérek. A bátyámnak tavaly volt az esküvője, a húgom meg jövőre érettségizik. Itt mondjak, nem vagyunk egy különleges család. Mindig vannak problémák, de ott vagyunk egymásnak, tudod, hogy megoldjuk őket. Neked van testvéred? Van egy bátyám. Lelépett egy éve. Rá is haragszol? Ő volt az egyetlen, akivel normális szót lehetett váltani. Nem mondta mindig, hogy minden rendben lesz, kicsim, vagy ha nem tanulsz, semmire se viszed az életben. Bármiről lehetett vele dumálni. Meghallgatott, tanácsot adott, felnéztem rá. Aztán tavaly megunta ezt az egészet, és elköltözött. Néha beszélünk, de munkája van, meg komoly kapcsolata, úgyhogy... Nehéz lehet. Bárcsak tudnék segíteni. És itt merre? Innen megyek gyalog, mert ott arra hátul csak nehéz megfordulni. Köszi a fuvart! Nincs mit.
Remélem, még találkozunk. Az jó lenne. Várj csak. Hív föl, amikor visszajöttél a tengerről, jó? Okés. Jó utat. Kösz. Szia! Hívott számon előfizető nem kapcsolható. Jó estét! Mit adhatok? Mit kaphatok 200 forintért? Egy szelet kenyeret. Legfeljebb egy szalámit rajta. Jó lesz, köszönöm. Esetleg kérhetek egy pohár vizet is? Köszönöm. Júci! Adj már egyet abból a sunkás sajtosból. Köszönöm. Gondoltam, éhes vagy. Nincs pénzem. Vendégem vagy. Nem is ismerjük egymást. A szendvics ezt nem tudja. Odaadhatnám a csajoknak is, de még azt hinnék, hogy akarok tőlük valamit, és rám fognák, hogy vén pedofil állat vagyok. Vagy megeszedte, vagy kifelé menet a kukába végzi. Az én gyomrom mostanában már csak a folyékony kenyeret veszi be. Még mielőtt bármi rosszra gondolsz, nem akarok semmit, csak beszélni. Tényleg? Kis dobos becsület szavamra.
Mi az a kis dobos? Kommunista kis cserkész. Amúgy Lőrinc Endre vagyok. Lóri, Hajdú. Olyan vagy, mint a fiam. Ő is mindig éhes. Bárcsak éhes lenne. Meghalt. Bocsánat. Nem akartam. Nem tudhattad. Különben is már több, mint 2 éve. Néha az az érzésem, hogy az élet átrobogott rajta, mint egy gyors vonat. És csak roncsokat hagyott maga után. Juci! Dob meg még egy sörrel! Mindjárt zárom! Még egy sör beleférne! Köszönöm. Tudod, az ember sohasem számít rá, hogy becsaphat a ménkű. Éli az életét, teszi a dolgát. Reménykedik, hogy minden oké lesz. Amikor jól megy a szekér, azt hiszi, hogy ez mindig így marad. Aztán... megvolt mindenem. Jó állás, ház, autó, feleség, 3 gyönyörű gyerek. Zsolti, a legkisebbik, a maja magának való volt. Nem sokat beszél, de ha igen, akkor oda kellett rá figyelni. 10 éves volt, amikor megöltem. Aznap reggel én vittem iskolába, mert a feleségem kocsiját szervizbe kellett vinni. Zsolti késésben volt, megkért, hogy tegyem ki a surinál. Reggelre hó esett, nem sok kép, csak annyi, hogy csúszson az út. Sírtam, hogy időbe odaérjek. Azt hittem, még át tudok siszlani a sárgán, de elszámítottam magam. Későn vettem észre jobbról az autót. Arra eszméltem föl, hogy szédelget. A légzsákok szétdurranva, üvegszilánkok szerte szét. Az autó jobb oldala teljesen összenyomódott. Zsolti azonnal meghalt. Na, de elég a melodrámából, mesélj te magadról valamit. Mit tudnék mesélni? Például, hogy miért menekülsz otthonról? Miből gondolja, hogy menekülök otthonról? Itt vagy egy átlagon aluli vendéglátóipari egységben, este 10 órakor, annyi pénzed sincs, hogy egy normális szendvicset vegyél magadnak, mégse hazafele veszed az irányt, hanem leülsz magányosan egy sarokba üres kenyeret enni. Szalámi is volt rajta. Ja, bocs. Tényleg, így már teljesen másként fest a dolog. Nálunk azért teljesen más a helyzet. Amíg kicsi voltam, apa engem is mindig elvitt a suliba. Aztán valahogy állandóan rohannia kellett a munkába, és azt mondta, hogy különben is elég nagy vagyok már, hogy egyedül járjak. Tavaly lementünk a tengerre. Gondoltam, végre együtt lesz a család, még a bátyám is eljött. Apám egész időt a munkájával töltötte. Végén már anyám is csak a szállodában maradt filmeket nézni. A bátyám felszedett valami osztrák csajt, őt se sokat láttam. Apád egy faszkalap. Nem volt mindig ilyen. Csak valahogy félre ment az egész. Tudom, miről beszélsz. Én is átmentem ezen. Először csak egy fél órára kell bennmaradni, mert van valami határidős. Aztán előléptetnek, mert hatékony és elszánt vagy. Észre se vetted, hogyan, de benne vagy a mókus kerékben, és nem tudod, hogyan kerülj ki. Nekem sikerült.
Hogyan? Egyszer a feleségem meghívatta magát vacsorázni. Rendeltünk egy üveg bort, és néhány pohár után nekem szegezte a kérdést, hogy őt vettem-e feleségül, vagy a munkámat. Rendesen megizzasztott. Aztán ultimátumot adott, hogy válasszak a munka és a család között. Mit mondjak? Nem sokat aludtam aznap éjjel. Bárcsak anya is ilyen határozott lenne. De ő mindig csak mentegeti apát, hogy sok a dolga, nagy a nyomás rajta, meg nagy a felelősség. Nem tudom. Nem próbált megbeszélni apáddal? Biztos próbált. Nem nagyon kötik az orromra a magánéletüket. És te? Régen még lehetett vele dumálni. De mostanában, ha meghallgatott is, máshol járt az agya. Rendes volt a felesége, hogy beszélt magával. Hát igen. Aranyat ér az az asszony. Másnap bementem a munkahelyemre, és közöltem a főnökömmel, hogy nem fogok folyton túlórázni. És ha ezt nem tudja elfogadni, akkor nevezzen ki valaki mást. Szerencsémre értelmes ember volt, és onnantól kezdve nem kellett minden estémet és az összes szabad hétvégémet a munkával tölteni. Gondolom a család örült. Mi az, hogy? Elmentünk moziba, meg a parkba sétálni, aztán fagyizni. Istenem, ez volt életem legboldogabb időszaka. Kár, hogy utána úgy elcsesződött minden. A felesége nehezen viselte? Nehezen. Összetört, teljesen magába fordult. Hónapokig pszichológushoz járt. Rám se tudott nézni. Azt hiszem, valami összetört a lelkében. Mint amikor egy húr elpattan, és soha többé nem lehet összeforrasztani. Néhány hónap múlva elvált tőlem. Hagytam. Hagy vigye a gyerekeket, a házat, az autót, meg amit csak akar. Legalább ennyivel megkönnyíthettem az életét. Juci, hozz még egy sört! Nincs több sör, zárok! Ne csináld már! Legalább az útra adj még egy üveggel! Már bezártam a kasszát! Holnap kifizetem! Te most tényleg csinálod a fesztivált? Hát már 10 óra elmúlt. Jó van, megyek már! Még szerencse, hogy megvan a biztonsági tartalékom vészhelyzet esetére. Nincs is vészhelyzet. A kocsma bezárt. A bolt bezárt. Nincs pia. Mi esze nem vészhelyzet? Legalább több marad nekem. Na. Jót beszélgettünk. Szevasz. Ne vigyem haza. Haza? 10 óra akkor? Csak bámuljam a 4 falat, gyerek még az idő. De te, ha rám hallgatsz, akkor szépen hazamész. Minek? Hallgatni a veszekedést? Üzenem anyádnak, hogy vágja már jól pofán apádat, hogy végre észhez térjem. Jobbat tudok. Mondd meg apádnak, hogy hívjon fel. Majd én elmondom neki, hogy mi a szitu. Hogy mit mulaszt el az állandó robotolás miatt. Itt van a névjegyem. Rajta van a mobilom is. Nem hiszem, hogy fel akarná hívni az apám, így ismeretlenül. Mondd csak el neki, hogy találkoztál valakivel, aki lerázta a rabigát. Na, szevasz. Vigyázz magadra. Maga is. Rossz pénz nem vészel. Gyere ide. Köszönöm. Ugyan mit? A kaját. És a beszélgetést. Menj haza, fiam. Menj haza.
a nap is felkel. Minden áldott nyamvat reggel. Elég csúnyán nézek te rád. Önts már rám a forró teát. Ja. Na mi van, öcsi? Kifogyott a benzin. Aha. Nem tudna segíteni? Az attól függ. Mi ebben jó nekem? Hogy segíthet. Úgy nézve ki, mint a Teréz anya. Nem kéne sok benzin. Na jó. Hozott neked benzint egy 10-esért. Csak pár liter kellene. De vicces fiú vagy te. Megfordulok negyed óra alatt. Az a helyzet, hogy ellopták a pénztárcámot. Aha. De ha megadja a számlaszámát, és hazaérek... Azt hiszed, hogy nekem a bőröm alatt is pénz van? Megadom. Faszt. Komolyan mondom. Kérj anyádtól. Nézd a madárnak. Most meg melyik olyanabb a tegnapinál, meg is kóstol, meg se kínál. Jó napot! Jó napot! Csak nem gyalog kíván átkelni. Ugye nem tilos? Tilosnak nem tilos, de idáig miben jött? Kifogyott a benzin innen nem messze. És milyen szándékkal kíván átkelni? A tengerre szeretnék menni. A tengerre? Ugye tudja, hogy az innen még több száz kilométer. Elég sokáig tart gyalogosan. Gondoltam, majd stoppolok. Átvehetek? Útlevél vagy személy? Az a helyzet, hogy ellopták a pénztárcámat. És ez csak most jutott eszébe. Iratok nélkül kíván átkelni a határon, ez valami vicc? Útközben fölvettem egy stoppos lányt, Zsófit, és miközben beszélgettünk, mindenemet ellopta. Jelentette az esetet? Nem tudtam, mert tönkrement a telefonom. Csak úgy, tönkrement. Leesett és széttörött. És ahelyett, hogy a rendőrségre ment volna, tovább utazott a határra. Ne haragudjon, de ezt nehéz elhinni. Otthon elég rosszul állnak a dolgok. A szüleim válni fognak. Hát ez szomorú. De nem változtat a tényen, hogy nem engedhetem át. A jogszabály előírja az úti okmányokat. És nem lehetne, hogy mégiscsak... Kérem, forduljon vissza! Nem ücsöröghet csak úgy itt az útszélén. Miért tiltja a törvény? Az ücsörgés nem. De ha valaki a határ közelében ólálkodik, felmerül a tiltott határátlépés szándéka. Ne talán a bűncselekménye is. Tényleg olyan rossz a helyzet otthon? Nem tanácsos itt ülni a napon. Mi lenne, ha bemennénk? Van egy italautomatánk is, a szomjas. Egy pohár vizet megköszönnék. Na, jöjjön!
Hogy hívják? Hajdul Loránt. Hosszú út. Tudja, hogy bejelentették az eltűnését? Az a német? Tegnap este. Gondolom, az édesanyja. És ez mit jelent? A rendőrség az eltűnt személyek listájára tette. Kidobta a nevét a rendszer. Hivatalban jelentenem kell, hogy itt van. Akkor most hazavisznek? 18 év felett nem kötelezhető arra, hogy hazamenjen. Nem az én dolgom, de miért is nem a szüleiddel mész a tengerre? Nem hiszem, hogy velem akarnának nyaralni. Mert? Mostanában nem jönnek ki valami jól egymással. A kettő nem következik logikusan egymásból. Éppen ordítottak egymással, amikor eljöttem. Válni fognak. Arra persze egyikük sem kíváncsi, hogy én mit akarok. Csak el akartam jönni otthonról. A tengerre. A tengerre. Papírok és pénz nélkül. Volt nálam pénz. Csak ellopták a pénztárcámat, ahogy már mondtam. A Zsófi nevű lány. Aha. Bár nem hiszem, hogy ez az igazi neve. Akar feljelentést tenni? Nem tudom. Van értelme? Meg tudják találni? Nem az én asztalom, de talán. Sok pénzt vitt el? Hát, ezért még elég lett volna. Gondolom, az világos, hogy a tenger nem jöhet szóba, amíg nem lesznek iratok. Majd kitalálok valamit. Legjobb lenne, ha hazamennél. Minek? Mégiscsak a családod. Család. Apámtól évek óta egy jó szót sem kaptam. Hol azzal van a baj, ahogy öltözöm, hol azzal, hogy milyen zenét hallgatok. Ha időben otthon vagyok, akkor ki sem jövök a szobámból. Ha későn érkezem, akkor meg megint azokkal a rossz arcú haverjaimmal lógtam. Anya meg vagy apával vitatkozik, vagy a konyhaasztalnál sír. Ismerős. Mintha az öcsémet látnám. Mondtam neki, hogy ha így folytatja, valami gangster lesz belőle. Aztán középiskolába jöttek a bulizások. Nem egyszer kellett értemennem és részegen hazavinnem. Anyám a haját tépte, apám egyszer fel is pofozta az öcsémet. Mert maga nyilván sosem bulizott. Dehogy is nem, de soha nem az volt a cél, hogy lerészegedjek és azt se tudjam, hol vagyok. Inkább lementem focizni a többiekkel. Elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, mert a tanulmányaimat se hanyagoltam el. Neked se kéne. Ezt most úgy mondja, mintha tudna valamit rólam. Mit kellene tudnom rólad? Mintha csak az apámat hallanám. Bármit kért, megcsináltam, és mi volt a köszönet? Azért basztatott, mert ő máshogy gondolta. Maga szerint mi a fasz csinálják, hogy ne legyek folyton a fekete bárány? Nem vagy éhes? Hozadhatok egy szendvicset. Az jó lenne. Figyelj! Én nem ítélek el. Nem látom az érem mindkét oldalát, és nem is akarok belefolyni a családi dolgokba. Csak egyet mondok. Akárki is a hibás, adj még egy esélyt magatoknak. Hála Istennek, hogy nincs semmi baj. Már a legrosszabbra gondoltunk. Minden oké, anya. Nem is tudod, mennyire örülök, hogy itt vagy, fiam. Hol voltál? Egyedül akartam lenni. Elegem volt már a veszekedésetekből. Semmi mással se foglalkoztok, és még csak észre sem veszitek. Bármit mondtam, meg se halljátok. Már nem is vagyunk család. Még helyre tudjuk hozni. Úgyhogy hazamegyünk, leülünk, és megbeszélünk mindent. Mindenki véleménye számít, a tiéd is. Nagyon hiányoztál, Lóri. Nagyon szeretünk. Így van. Biztosan megtaláljuk a megoldást apáddal. Le akarok menni a tengerre. Veletek. Együtt. Mint egy család. Jó ötlet. Legalább bepótoljuk a tavaly elvesztegetett időt. És azt akarom, hogy hagyd otthon a telódat. És kapcsold ki a laptopodat.
is jó ötlet. Kimérják nélkülem egy-két napig. Akkor menjünk a tengerre. Itt senki sem marasztal, inkább elviszlek magammal. Járt úton lépkedünk, ne aggódj, nem lesz baj. Csomagolj szép ruhát, útközben hideg lesz, meg ne fázz. Párosan lépkedünk, de nem félünk, tartson az ösvény bárhová. Miért állunk meg fél úton? Sokkal jobb lesz, ha nem tudom. Inkább hanyat fekszem és ott hagylak a másik oldalon. Félénken megfordulsz, csönd van, a nap is már rég kinyúl. Majd rájövök magamtól, mit tettél zsebre, egy félkész térképpel.